Jó, szóval akkor a következő pránaján gyakorlat, ez egy nagyon-nagyon szimpla légző gyakorlat. Ugye az Ashtanga jogában, az Ashtanga pránájában van 6 fő gyakorlat. Van még rengeteg más pránáján gyakorlat, amiket lehet csinálni, de ugye ezt azért akarom, hogy inkább ezt az egyet, ha valaki akar pránájában be jobban belemászni, akkor kezdőszinten ezt lehet gyakorolni, fél év, egy év, két évig. És van az, hogy ehhez nagyon szépen megy, akkor legalábbis az én tanáim azt mondták, hogy akkor lépjél tovább. Tehát bele lehet menni, és ugye mindenféle tánáján dolgokat hű, de nem jó hatású, mert a testnek. Ugye a pránáján az nagyon-nagyon belenyúl az energetikai rendszerbe. És hogyha még nincsen annyira kitisztítva, szokták belevonni azt a pránájánba, hogy amikor az 1-es, 2-es sorozatot már tudod, akkor kezd el. Bizonyos tanárok azt mondják, hogy ezt már el lehet kezdeni az elején, de csak ezzel az első részével, amikor kilégzés és belégzéses visszatartások vannak különböző szériákban. Az elején kezded egy 15 perces gyakorlással, aztán ezt el lehet vinni egészen egy 45 perces gyakorlásig. Pránaján gyakorlatokat azokat soha nem végzünk, nem szokták az ashtangos, vagy nem szokták a joga gyakorlás végén csinálni ezt a ilyen légzés visszatartása. A banda gyakorlatot azt lehet csinálni, de hogyha mondjuk egy joga óra végén szeretnél csinálni pránajámot, akkor mindenféleképpen kell csinálni egy savászanát. Kell egy 10 perc, hogy a test lehűl. Ugye nem jó, hogyha nagyon fel van pörögve még a test. Akkor csinálsz egy 10 perces, 5-10 perces savászanát, és utána pránajánvázol, és utána is kell egy savászana. Tehát pránaján után mindig csinálunk savászanát. Lehet akár 10 perc is. De ne legyen az, hogy pránaján, aztán felugod, és akkor megyek a dolgokra. Nagyon jó reggelente gyakorolni. És lehet a joga óra elején is pránajánban kezdeni. Én, hogyha valami úgy látom, haladó csapat jött össze, és szeretném nekik megtanítani a pránajánát, akkor garantálom biztos, hogy az órát azzal kezdjük. Pránajánával, utána 5 perc savászana, és akkor utána kezdeni a sorozathoz. Ha pedig a saját gyakorlásokba szeretném beilleszteni, akkor is mindig inkább pránajánával kezdünk. És akkor utána kezdjük a sorozatot. Reggel elkezdesz gyakorolni, akkor előtt 15 perc, 20 perc, 30, 45 perc pránaján. Itt ez ugye az egyes verziója ennek a légzés visszatartásos történetnek. Ugye van a belégzés. Orrodon keresztül veszed a levegőt. Maximálisan megtöltődött időt. Van a kilégzés, ugyanez vissza. Utána van a belégzéssel visszatartott kumbhaka, amikor beszívod a levegőt. És ugye mindig az alapülés az egy kényelmes ülőpóz legyen. Nem muszáj a lótuszülés, mert valaki, mert most nem az a lényeg, hogy mennyire a legideálisabb a lótusz. Aztán lehet fél lótusz, lehet szidásza, az a lényeg, hogy kényelmes legyen az ülés. És tud egyenesen tartani a gerincet. Tehát az már egy kicsit messzesebb, amikor valaki ilyen törökülést tud produkálni csak, mert ezzel soha nem fogod tudni egyenesen tartani. Tehát ha valaki akar pránajánvázni, akkor először legalább nyisse ki annyira a csípőjét, hogy még egy normális szidászanába le tudjon ülni. Mert addig nem lesz annyira eredményes, nem egyenes a gerinc, akkor annyira nem fogja a dolog működni. Tehát legalább egy kényelmes ülőpózban gerinc. Egyenes a gerinc, azt is a vállalat hátra engedett. Nem muszáj a mudra, nagyon jó, hogyha gyáramudrában vagy csinmudrában tartod a kezedet, hátra tolod a vállad, ez az alapülési pránájához. Jó? És ugye akkor van a belégzés, fogjuk a belégzést és a kilégzést váltani. Úgy, hogy közben lesznek légzés visszatartások. Tehát a belégzés rendesen ugyanúgy, hosszú mély belégzés, megtöltöd alulról fölfelé a tüdőt, és kilégzésnél, mint az ujjayi légzésnél, ennyi húzod a hasat, rekeszizmus, gárdizmus húzod fel.
A különböző szériák között mindig van 5 darab ki- és belégzés. Tehát már ezzel kezdünk, hogy leülünk és hosszú, mély ki- és belégzés. Ugye szűkít a torkú légzés, természetesen három új kézzel kilégzés volt. És amikor az ötödik megvan, akkor utána egy hosszú mély belégzés, és utána pedig egy hosszú mély kilégzés, mindig a kilégzéssel visszatartott kumbhakával kezdünk. Jó, tehát az lesz, az úgy fog kinézni, hogy egy hosszú mély belégzés, tehát az utolsó belégzésnél megtöltöd a tütőt, és kilégzésnél kifújod a tüdődet, vagy kifújod a tüdődből a levegőt, és akkor itt becuppant oda. Ugye, hullabanda, udjánabanda, behúz, lehajtod az állat a szedcsontra, és ugye végig egyenes a gerinc, itt most nem hajolunk előre, tehát itt nem kell, ennél a gyakorlatnál nem kell előre hajolni és kipréselni a levegőt, itt marad a gerinc oszlop egyenes, tehát egy nagy belégzés. És bent tartod a levegőt. És itt lehet számolni. Most itt van az, hogy először szokták kezdeni 5-ig számolsz el. Ez lehet egyébként valamikor van úgy, hogy a kezünkről számoljuk. Indiában van az, hogy brahmanák számolják a mantrákat, hogy innen indul 1-2, 1-2-3-4-5-6-7-8, vagy innen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. És akkor lehet számolni is a kezünkről. De nem muszáj, lehet, hogy csak számolsz elmében. 5 légzésig kitartod, és te az egy nagy levegőt. Következő kilégzésnek, ugye ezt 3-szor fogjuk megismételni. Tehát ugye van először 5 légzés, ezzel kezdett a pránámot, utána az 5. belégzés után teljes kilégzés, bantorgzár, alsó izomzára. Egy, kettő, három, négy, öt, belégzés. És akkor elengeded a bandát, ilyenkor picit. Nem kell kinyomni a hasat, kijön a has, teljesen teleszívod megint a tüdőt maximálisan, a következő kilégzés másodjára. Megint öt légzés. És ez 3-szor megismétled. Utána, amikor az utolsó belégzés megy, tehát amikor a harmadjára megismételted a légzés visszatartásos kumbhakát, 5. számoltál, 5. jön egy nagy belégzés, és itt nem nyomod ki a levegőt, bent tartod. És megint torokzál, ugyanabanda, ulabanda, és most úgy, hogy tökéletesen tele van a tüdőd, úgy tartod meg a levegőt. 1, 2, 3, 4, teljes kilégzés, és ez 3-szor megismételt. Ugye a 3-szor van ugye a bentartásos légzés 5-ig, utána 3-szor van a, vagy a kiengedett lép, tehát amikor nincs benne levegő, és aztán utána, amikor teljes csendben van a levegő, akkor is 3-szor, és utána pedig 5-ször megint hosszú, mély ki- és belégzés. És ez, tehát van 3-3, tehát 5-3-3, 5-3-3, 5-3-3, tehát 3-szor ismételd meg az egészet. Ez körülbelül 15 perc. Erre lehet mondjuk azt mondani, hogy ez egy alap gyakorlat. Amit mondjuk egy kezdő jóga órán is meg tudsz tanítani az embereknek, hogyha szeretnéd, kicsit jönnek haladóbb emberek, tényleg csak olyanok vannak, akik régen jogáznak, és akkor el lehet egy ilyet pránájával kezdeni, majd egy kicsit többet csinálunk pránájával. És ez pedig a saját gyakorlásodban, ha valaki ezt tudja, akkor minden nap szállj el egy 15 percet, nagyon-nagyon jó lesz, nagyon-nagyon jó. Sajnos nekem sem jön össze az, hogy minden nap ezeket dolgokat csinálni.
Például teli oldkor szoktak pránaján lenni, kicsit többet. Akkor aztán például a teli oldnapján nagyon jó pránaján lenni. Ugye akkor az ember annyira nem gyakorol, akkor inkább pránaján, vagy napütőzlet ilyen dolgokat csinál az ember. Tehát akkor ugye ez a folyamatos. Ebből csinálok egy szettet, jó? Amit amúgy háromszor kell majd megismételni. Tehát akkor beülsz, vállak lazán, mudrában a kéz, 5 mély légzés, fogok csinálni 3 visszatartott légzést, vagy 3 teljes kilégzéssel visszatartott kumbakát, 3 teljes kilővel visszatartott kumbakát, és akkor 5 légzést. Tehát így fog kinezni az egészet, és akkor majd ebből kell csinálni 3. Ez volt egy kör. És akkor lehet a második, akkor megint az ötödik belégzésnél megint kilégzés, és ilyenkor úgy a légzés visszatartásnál teljesen húzott fel, rekesz izom, gát izom, figyelj arra, hogy ne kukosodjon be a hát, hanem így húzod be. Jó? Tehát ez lesz majd az a gyakorlat, amit lehet. Használ. Jó? Snyggt.